Sziasztok! Ismét jelentkezünk itt a csatornán. Alex nagyon-nagyon szeretett volna már jelentkezni, igaz? Jaj, de örülsz, igaz. Üldögél az új kis ülőkorzettjében. Tegnap hozta a segédeszközös, de csináltam is róla egy videót még tegnap, úgyhogy ezt ide be is vágom most. Elkészült Alexnek a kis ülőkéje, úgyhogy most már itt van még az etetőszék is egyébként, de felirattunk neki. Hát ilyen székre köthető, ilyen ültető modul tulajdonképpen ez sírú gyerekeknek, úgyhogy ez most hozta a segédeszközös, és most már így szépen tudnak majd ültökélni az asztalnál. De egyelőre még szokja. Be lehet ezt teljesen is kötni. Igen, megmutatom. Közben a reggeliznek. Szóval, be lehet itt teljesen, ugye itt van egy pánt, és akkor így végig lehetne így kötni az egész felső testén át, de hogy előre tudjon ugye hajolni, ugye így. Bocsánat, vissza. Így szerintem jobb, hogyha csak alul a derékrészen kötjük meg. Mert egy kicsit lazítani kell, tehát ez csak a tesztüzem. És, jaj, ez hangos volt. És itt van neki, ez a lényeg ennek, hogy ne csusszon ki, ugye a gyerek ugye nem tud ülni. És itt van itt a lába között egy ilyen kis szivacsos rész, ami meggátolja azt, hogy ő lecsusszon a székről. Egyébként így ilyen pántokkal van a székre rögzítve, ilyen tépőzáros módon, biztonságosnak tűnik egyébként. Tök úgy, ahogy a Lizának a vetetőszéke is, tök ugyanaz az elven működik, ugye? Csak hát ugye ez magasabb, és igen, a fejét még ide egyelőre beveri, mert nem szokta még meg. Annál a széknél fejebb ér a kis fejecskéje, és ahogy így félre csapja magát, az egyelőre még ide beveri a fejecskéjét. Hát meg kell persze szokni, egyébként az ilyen puha szivacsszerű dolog. És azt néztem még, hogy a lábacskája is befér a szék, hogy az asztal alá. Úgyhogy most próbálom kalibrálni. Most reggel hozta a segédeszközös. És jelenlegi projektünk az itt az asztalon található körömlakjaimnak a válogatása. Méghozzá azért, mert volt egy ilyen körömápoló olaj itt a lakók között, és Noé itt a mögöttem lévő parfümös szekrénykémben tett vett, megkérdeztétek, hogy milyen gyerekzárés van, de a 1 éves Liza is annó simán kinyitotta, szóval nem tudom, hogy aki ezeket tervezi, halljátok ezt ki, aki ezeket tervezi, ezeket a fiók meg szekrényzárakat, ennek van egy gyerek, egyáltalán nem mindegy. Úgyhogy tett vett a kis szekrénykében, és sajnos valahogy fejjel lefelé sikerült neki visszatenni kupak nélkül ráadásul a lakjaim közé ezt a körömápoló olajat, úgyhogy sajnos ettől meg kell válnunk, mivel hát ugye kiürült, és a tartalma pedig szépen belefolyt ide ebbe a dobozba. Szóval ez így gyakorlatilag úszik, úgyhogy van itt nekünk egy kis tálkában víz, meg van itt 2 rongyocska is, úgyhogy most ezt csinálom, hogy letörölgetem, illetve hogyha már ugye átnézem a lakémat, meg áttörölgetem, akkor már ki is fogom válogatni közülük azt, amiket nem használok. Hát úgy őszintén körülbelül egy cumi süveg esett közben le, néhány lak is leesett már közben a földre, lényegtelen, de legalább a gyerekek addig itt el vannak velem. Szóval 2 hete festettem ki az utóbbi időben a körmeimet, azt azért, mert ugye akkor vettem föl a Tesco-ban a leárazásos videómat. Most is szeretném majd kifesteni, mert a következő videónak egy H&M leárazásos videót tervezek, mert úgy látom, hogy
Ez nagyon tetszett nektek. Sokkal többen néztétek meg szinte, mint a napi vlogjaimat, úgyhogy hogyha ez nektek tetszik, meg inspirál, meg így tudok nektek szólni, hogy hogyan lehet olcsóban. Te mit csinálsz? Hogyan lehet olcsóban szép ruhákat venni, akkor ezeket le fogom nektek videózni. Na de akkor most ezt csináljuk meg, és az lenne a tervem, hogy ami lapokat, például ezt már korábban kiválasztottam, ezt nem szeretném megtartani, ilyen szint nem használok. Ezeket szeretném a nézőink között kisorsolni. Szerintem ez egy igazán lányos dolog a körömnek, úgyhogy ezt most Liza fogja kihúzni a kalapból annak a szerencsésnek a nevét, akinek ezt szeretnénk elküldeni. Lehetőség szerint Fox Postal automatába szeretném most ezt elküldeni, szóval ennek az összegét tudjuk mi most vállalni. Nem szeretnék postára menni semmiképpen. A vírus idején, tehát ameddig ez tart, addig nem szeretnék oda menni, mert szerintem az a tehát ott van a legnagyobb esélye, kapunk a fertőzést. Tehát postára csekket befizetni, meg ilyen-olyan kérvényeket beadni, biztos, hogy mennek az emberek, hiába maszk van, de jobb a biztonság, szóval azt kérem, hogy ne postával adott kérjetek. Tehát akinek vannak közelében Fox automata, nekik tudom elküldeni. Viszont, hogyha nincsen, akkor házosztályítással is el tudjuk küldeni Fox Posttal, aminek az ára 1500 forint. Tehát mi ugye átvállaljuk a 800 forintos Fox Post automatára, de ha valaki házhoztájtással szeretné, akkor az a feletti részt azt mi nem tudjuk elni, tehát akkor azt a vásárolnak kellene majd állnia. Tehát ennyiben tudunk segíteni, hogy egyrészt, ami nem kell már nekem körömlak, ezeket nagyon szívesen elajándékozzuk köztetek, és hát egy szerencsésnek szeretném adatni, mert azért szerintem olyan nagyon-nagyon sok lapot nem fog kiválogatni, csak a hasonló színűeket, és illetve tényleg ilyen nagyon-nagyon sokat nem szeretnék rá, szerintem csak ennyit szerettem volna az erejében megígyezni. Jaj, közben Liza már itt válogatja ki a hasonló színű lapokat, mert ez tök jó egyébként, így szerint rendeznek. Ez nagyon jó fejlesztő dolog is. Alex meg egy darabot szorongat, tehát ő azt ott magának kiválasztotta. Hoppá, de még szerencsére egyben van. Igen, Alexnek ez a kedvence. Ezt is adom neki. Úgyhogy most akkor ez fog következni. Ja, igen, azt akartam még mondani, hogy a két hétre ezelőtt lakoztam ki a körmemet, és előzőleg pedig szerintem körülbelül egy éve. Úgyhogy a lapokat általában Joy és Glamour napokon szoktam venni, amikor 50%-kal ugye le vannak árazva, szóval azt folyamatosan szoktam venni, mert ugye tetszik. Főleg ugye a géllapok, és szoktam látni gyönyörű szép géllakos körmöket, és akkor igyekszem hasonló színt beszerezni, például ez az ilyen, hát ilyen nyári neon rózsaszín, ez akkor már mennyire fog visszaadni. Ilyen színt szerettem volna málna színt is, ugye, tehát ezeket így meg szoktam venni. Glamonapokon viszont hát nyilván három gyerek mellett a körömlak, az nem jó, mert körülbelül két nap alatt lefattogzik. De kíváncsi valaki, tehát én itt. Hogy de kíváncsi valaki? Jó, Noé odébb is állt, ő meg is unta itt a dolgokat. Sikerült nagyjából csoportokat alkotni. Ők a díszítő lakók, amik csillámosak, meg csillagosak, meg mindenféle ilyesmi. Ők az alap és a fedő lakók, ők amik ilyen pirosas korallosok, ők a rózsaszín, meg az ilyen, ezt nagyon szerettem volna beszerezni. Ilyen, milyen szín ez?
májva. Májva szín, ők pedig a nude lakkok. Alex nagyon szeretné visszakapni a lakját, úgyhogy vissza is adom neki. Tessék. Na. És akkor így nyugi lesz egy kicsi. Jaj, de boldog vagy. Na jó. Szerintem kezdjük az alap lakókkal. Tehát közben a memória kártya a kamerán, úgyhogy adottam a Lacinak a laptopommal együtt, hogy valamit csinálja, mentse le a videóimat, úgyhogy addig a telefonomat vettem elő. Közben már kiválogattam az alaplakokat, ami a kedvencem, ez a Crystal Nails alaplak. Amiket közben, időközben itt kiválogattam, amik eszembe jutott, hogy de hát én tudok hogy a telefonnal is kamerázni. Ez a pont, ez már mind ki van válogatva. Ebből kettő van. Ebből az asztorlakból. Szóval az egyik az ugye nekem most már nem is kell. Nem tudom, hogy sikerült. Kettőt venni? Nem tudom, hogy sikerült kettőt venni, mondja Nyuszi. Hát ne szereste ezt a vizesedényt itt, jó? Ezt ne szeresse. Igen, közben a gyerekeket innen el kellett paterolni, mert Alex folyamatosan ledobálta a lakot, Liza is letekergette, Noé pedig magától elment, igaz? Na jó, tehát. Kiválogattam, ezek lesznek a... amik nem kellenek már. Alaplak, fedőlak, úgyhogy ők mennek egy új gazdihoz. Akkor találtam egy ehhez teljesen hasonlót. Azt hiszem, hát igen, ezt. Nem tudom, mennyire adja vissza, de teljesen hasonló, úgyhogy ez marad, ez pedig így megy. Akkor ehhez hasonlót is találtam. Nem ez, mi volt az? Na, most nem. Ez kicsit csillámosabb, mint ez, viszont ez jobban tetszik, úgyhogy ez marad. Ez pedig megy új gazdihoz. Ez Alex kezéből vettem el. Ilyen szint én nem nagyon használok, úgyhogy megy az új gazdihoz. Ez a szín, ez nem tetszik. Meggondoltam magam, hát van ilyen. Na jó. Remélem lassan visszajön a kamera, mert annyira telefonnal szerintem nem lesz szép a kép, és lehet, hogy homályos is lesz. Akkor itt vannak előttem ezek a piros és árnyalatai, tehát ilyen koralszín. Közben nézem, majd Noé mit vitt el. Valamit, igen. Megy a raktár. Valiza meg lehet, hogy lassan megy aludni. Na jó, nézzük lassan át ezeket. Ezt nagyon-nagyon szeretem nyáron. Meg olyan jó, hogy ilyen picike. Úgyhogy ez hamar ki is fog fogni, kb. Félig van. Úgyhogy ő marad. Akkor megnézzük, hogy melyik az, ami leginkább piros. Na, tehát akkor kettő piros lapon van. Szerintem elég ez. Ezt igazából télen, vagy hát karácsonykor szoktam használni, úgyhogy ez szerintem megy. És akkor... egyébként nem hiszem, hogy ez annyira érdekes lehet, hogy én ezt így végig levideózom, szóval csak az izgalmasan részeknél majd vissza fogok jönni. Szóval készítettem közben a pirosos árnyalatú lakókkal, amiket kiválasztottam, hogy nincs rá szükségem azok. Ő pedig egy igazi téli, karácsonyi piros lak. Akkor most... de mit keresel itt? Van, aki téged ide tett, amikor te nem is ide vagy. Na jó. Szóval akkor
ők itt biztosan maradnak, ők a kedvenc lakjaim. Ezt hittem, hogy ezt nagyon szerettem volna. Ebből ugye kettő van, ők biztos, hogy maradnak. Aztán jöjjenek akkor a itt pászorban az úr lakók. Az Opi az biztos, hogy marad, ez egy nagyon szép világos, rózsaszín színű. Akkor vannak itt megint hasonló színűek. Ez a három hasonló. Akkor melyik maradjon? Hát szerintem az Essence-t. Ez is ilyen gél. Gél shine, szóval amit, hogyha gél lak lenne. Hú, de hatalmasnak tűntök így. Amit, hogyha gél lak lenne a körmön, de nem csak sima lak, úgyhogy őt szerintem odaadjuk ajándékba. És akkor a rimmelt megtartom. Kettészből viszont van két elnyelet is. Ez ilyen, picit ilyen lilásabb. Ő pedig egy nude, szerintem a lilás Catrice az ajándéka, ő pedig akkor marad. Akkor maradt kettő nude lapom. Ez az Opi viszont eléggé furcsa szint vett fel. Nem tudom, hogy mi történt vele. Őt sajnos ki kell dobni. Hát bocsánat, a háttérhangok érdeközben bekapcsolták a robogót a gyerekek. Szóval, nem tett a gyerek robogót. Na, nagyjából itt is csoportokat alakítottam. Így háttalul. Na jó, szóval. Ők lennének a csoportok. Nézzük. Ez nem egy jó lak, szóval olyan tejfehér és eléggé, tehát nem fedi jól. Tehát nem szeretem. Bár szükségem lenne egy fehér lakra, mert úgy szoktam, hogy általában csinálok neki egy alapszínt, és akkor arra szoktam ezeket a... Most találok itt ilyen matic... Aha, találkoztam, hogy Nói elkeverte. Arra szoktam ilyen mintákat ragasztani. Viszont nekem ez nem vett, hogy ennek nem ilyen kell. És fel kell írnom, hogy bennem kell egy fehér napot. Valami jobb felésűt. Aztán ebből az ilyen arany színűből kettő is van. Úgy láttam, hogy mind a kettő H&M-es. Hát... Ezt díszítésre szoktam használni, nyilván karácsonykor mondjuk egy piros lak mellé, vagy ezt teszem a gyűrűsújra, vagy pedig egy aranyat. Na hát most úgy beszélek, mint aki három gyerek mellett annyit lakkozza a körmét, szóval ezt tenném. Hát ezt szerintem még megtartom. És ezek közül akkor egyet kiválasztok, amelyik maradjon. Hát... Talán maradjon akkor ez. És akkor ő pedig megy. Aztán van két misslin lak. Nagyon nehéz kiszeregetni egyébként a misslinakat, de nagyon tetszik. Úgyhogy ők mindenképpen maradnak. Akkor jöjjenek ezek a... Hát, tök egyformák. Nagyjából mondjuk azért. Na, nézzük. Ötöm szeretném megtartani. Neki ugye ez a párja, ez a pupa. Nekem annyira... Tehát bár használtam, szerettem, de hát van három másik, úgyhogy
ő megy, és akkor közületek kimaradjon. Van kettő sí, úgyhogy ebből szerintem mindjárt kiválasztom, hogy ki legyen a nyertes. H&M az marad, az nagyon szép. Jó, úgy döntöttem, hogy ő marad, mert telik milyen lehet rácsavarni a tetejét, és hát így azért nem szeretném odaadni. Úgyhogy ezt megtartom, és akkor ő pedig megy. Hát akkor kettő is lesz ilyen. De nem baj. Inkább több legyen, mint egy sem. És akkor még ők lennének itt nekünk, hasonlóak. Ezt a rimmelt megtartom, ez nagyon tetszik. És akkor nézzük ezeket. Ezek is inkább ilyen díszítő lapok. Szóval szerintem őt nem tartom meg, és ők akkor maradjanak. Aztán maximum majd fél év múlva csinálok újra egy szelektálást, hogy még van hely. Hát az volt a cél, hogy két ilyen kis szobozkában eltűnjenek. Úgyhogy akkor mindjárt ide ki is pakolom azokat, amiket ajándékba fogunk adni. Szóval akkor ők lennének azok, amiket ajándékba elküldünk valakinek. 18 darab lak összesen. Szerintem skála, mármint hát az én ízlésemnek megfelelő színskálát sikerült kiválogatni, amiben nekem dupla volt, vagy ami nem tetszett, azokat ide szépen kiválogattam, úgyhogy remélem nagyon-nagyon fog örülni a nyertesünk. Na, kész is lettem, meg is vágtam a videót, hát elnézést kérek a háttérzajokért, de hát három pici gyerek mellett. Sajnos ez mindig ilyen, úgyhogy hallottam én is, hogy baromi hangosak, főleg a kis robogónak a hangja. Most is éppen a kis házat fordítja el Noé. Na mindegy, ebbe tettem bele szépen a 18 darab kiválogatott lapot. Persze Noé már kinézte magának, hogy ő szeretne ezzel játszani, szóval ezt valahol biztonságba kell helyeznem. És akkor most szeretném elmondani a feltételeket, hogy hogyan tudtok jelentkezni erre a nyeremény játékunkra. Az első feltétele az az lenne, egyébként ez lesz majd írva az infoboxba is, hogy tehát az első feltétele az lenne, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha még nem tettétek meg. Ezt ellenőrizni is fogom, szóval ki fogjuk sorsolni a nyerteseket, és ezeket a lépéseket, amiket kérek, ezeket meg fogom nézni, hogy teljesítette, és hogyha igen, akkor írjunk neki üzenetet, hogyha nem, akkor viszont sajnos a következő nyertest kell húzni. Szóval, az első ugye akkor az, hogy feliratkozva a csatornára, a második feltétel pedig az lenne, hogy ide a videó alá, kommentben szeretnék kérni ötleteket tőletek arra, hogy mi legyen a csatornánknak a neve. Ugye most a kezdetektől Liza Baba világa a csatornánknak a neve, mert nagyon sokan Liza miatt ismerhetetek meg minket, ő miatt kezdtem el videózni, ugye koraszülött volt, és nagyon sokan aggódtatok, hogy hogy vagyunk, ugye 200 kilométerre tőlünk Szegeden született meg Liza, úgyhogy elég bonyolult és hosszadalmas volt ez a szüléstörténet, és ezáltal ismertük meg így ugye tulajdonképpen egymást. Aztán akik menet közben kapcsoltatok be, nagyon sokan már Alex miatt is követtek minket, ugye ő a legnagyobb kisfiunk, aki sajnos halmozottan sérült, és ugye itt van még a középső gyermekünk Noé is, aki lassan 3 éves lett, és még
még csak szavakat mond, de még jelenleg nem tud hova menni, ugye hiába már olyan köteles lenne. És szóval a csatornánk tulajdonképpen erről szól. Próbálom pozitív szemmel nézni ezt a helyzetet, kezelni ezt a helyzetet, mert hát bizony helyzetek mindig vannak, most is vannak helyzetek, és most is eléggé hát hullámvölgyben vagyok, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy kicsit jól esett, nem a gondokkal, meg a problémák. Ne csináljátok egy ezt! Stopp! Elég! Szóval nem a problémákkal foglalkoznom, egy picikét teljesen mással, és most éppen ilyen csajos dologgal, hogy a körömlakók átnézésével foglalkozni. Ugyanígy a ruhákat, amiket vettünk a H&M-ben, ezekkel is tök jó lesz foglalkozni, viszont hát ugye minden napokban meg kell oldanunk két fontos ügyet. De ne, a kisednek az ajtaját ütögetik. Ne csináljátok egy kicsit! Köszi! Szóval az Alexnak és a Noé-nek az óvodai elhelyezése nagyon-nagyon nehézkes, sőt Alexnek lehetetlen, és valószínű mindenki egy gyerek marad még a korai fejlesztésben a következő tanévben, és még olyan gondolkodunk a családi napközén, de hát ugye ez fizetős, szóval meg hogy ki hozza haza, tehát ugyanott vagyunk, ahol körülbelül egy éve is voltunk, hogy tudjuk, hogy Alexnek nincsen hely, ami fogadná, mert túl sérült az ilyen óvodá. Ja, úgyhogy most azon vagyok, hogy Ovit keressek, de gyakorlatilag a semmiből kell építkeznünk, úgyhogy most tényleg a mélypont van. De mindegy, igyekszem tartani magam, és igyekszem pozitív dolgokat csinálni, és így igyekedem is most például a mai napon, hogy ezt így megcsináltuk, ez így most jól esett a lelkemnek. Úgyhogy a feltételek, hogy akkor ezek, feliratkozás a YouTube csatornára, és egy kommentet szeretnék a videó alá, hogy mi legyen a csatornánknak az új neve. Tehát a Liza Baba világa az már azért nem jó név, mert Liza már nem baba, tehát azért már másfél éves. Igaz, hogy szerintem addig baba egy gyerek, amíg nem kezd el járni, és ő még nem tud járni, hanem csak még egyelőre mászik meg, hát hogyha a kezét fogom, akkor lépked, de még nem tud járni. Szóval hamarosan most már megérik a csatorna névváltás, és hát ugye nem csak Lizáról szól, hanem az egész családunkról szól, úgyhogy egy kis segítséget szeretnék tőletek kérni, hogy mi legyen a csatornánknak az új neve. Aki pedig most évett ide a csatornánkra, vagy esetleg a nyereményjáték miatt jött ide, és fogalm sincsen, kik vagyunk, akkor nektek azt tanácsolom, hogy pár korábbi videónkat nézzétek meg, akár egy vlogot, akár a születéstörténetet, vagy például Alex állapotáról is van videónk, és 3-4 videóból azért nagyjából egy képet tudtok kapni rólunk, a családunkról, és akkor így tudtok kitalálni, hogy segíteni nekünk névválasztásban, és hogyha szimpatikusak vagyunk nektek, akkor ennek nagyon örülök, és akkor örülök, hogyha itt maradtok és követtek minket a jövőben is. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és legyen szép napotok, és tényleg mindenkinek nagyon szívesen adnék egy-egy lapot, de hát ugye ez nem megoldható, csomagban. Most ezt csomagban tudom köztetek kisorsolni. 10 napig fog futni ez a nyereményjáték. Ennyi időt azért adok az új hozzánk csatlakozóknak is, hogy nagyjából meg tudjanak nézni 2-3 videót, illetve hát nektek is, hogy gondolkodjatok valami frappáns jó csatorna névem, és izgatottan várjuk. Jelentkezünk akkor majd a sorsolással is, természetesen fel fogom venni, ahogy mondtam korábban, Liza fogja kisorsolni a szerencsés nyertesünket. Addig szerintem még lesz talán napi vlogszerűség, meg lesz mindenképpen szeretném felvenni a H&M-es szerzeményes videónkat.
Úgyhogy hamarosan találkozunk. Puszi nektek, sziasztok!